Na sziasztok, srácok! Én Martin vagyok, és visszatértem a nyaralásból. Igen, nyaralni voltam, de most újra itthon vagyok, és csapathatjuk újra a videókat. Szóval, itt vagyunk a következő Dibola projekt részben. Tudom, hogy az elmúlt pár videó mind Dibola projektes, és ne aggódjatok, mert próbálok majd változtatni ezen. Tervezek egy jó kis pack opening videót, úgyhogy valószínűleg a következő videó már nem Dibola projektes lesz. Viszont azt mondtátok, hogy ezt a játékost nyugodtan kicserélhetem egy másik játékosra a kezdő 11-ben, szóval akkor ki is fogom cserélni, egy 56-os játékost fogok vásárolni, és kapus pozícióba. Egy 56-os játékost, igen, megnéztem Dibola árát, mondtátok, hogy csatárba jobb lenne, viszont hát nagyon drága, és a 90-est pedig nem szeretném megvenni, mert az meg már túl kicsi lenne, mert hát a mostani az 96-os, 93-as, úgyhogy nem szeretnék kisebb Dibolát venni, tehát a 95-ös jöhet csak szóba, az viszont eléggé drágának tűnik. Bár most itt van ez az új event, itt kéne pénzt szerezni valahogy, csak hát egy kéthetes késésben vagyok ezen az akkuntom. A lényeg, hogy itt egy 56-os kapus, igazából tök mindegy, megveszük ezt, és akkor most már van egy jobb kapusunk is. 54-es az overünk. Na de keressünk egy ellenfelet. Itt vagyunk még mindig World Class 1-be, vagy azt hiszem 1-be, vagy 2-be? 3-ba, jó van. Melyik felállást használom? Ezt. Jó, akkor nézzük is meg első ellenfelünket. Ellenfelünk csapata 88-as. Tehát nehéz dolgunk lesz. Igen, 30%-os kantoronyád. Na! Urena, rúgjuk is el gyorsan, és akkor nézzük a meccset. Ott van Dibola kapásból, és berúgja. Megvan egy fejlesztésünk. És itt lehet a következő is. Ott van, jó. Szép volt Roven. Kettő fejlesztésünk van eddig. Hát ez a szép passz volt. Azt nem mondta, hogy már megint nem játszik az ellenfelünk. Jó, szép, Dibola, így, és mellé ment. Nem játszik már megint az ellenfelem. Jó, harmadik fejlesztésünk is megvan. Viszont ez érdekes. Eddig minden videóban volt egy olyan ellenfelem, aki nem játszott. Ezt nem értem. Ezt nem értem, miért nem játszanak. Great chance-ot kaptunk, ráadásul Dibolával. Úgyhogy ezt be kéne rugni, és ott van. Ott van a negyedik fejlesztésünk is. Na, ez nem lesz jó, de mégis jó lett. Ötödik fejlesztésünk is megvan egy meccsen. Eddig nagyon jó, eddig ez a legjobb. Nagyon jól állunk. Dibola, szép gól, 6 fejlesztésünk van. Egy meccs alatt szereztünk 6 darab fejlesztést, sőt, 7-et, mivel megnyertük a meccset, és a 8. fejlesztés Dibola Mester 3-asa. Tehát egy darab meccsen szereztünk 8 fejlesztést. Ez durva. És 500-szor passzoltam VS adtakban. Na hát ez gyönyörű, csodálatos hír. Nézzük a következő ellenfelet. Hát ő sem fog játszani. De hogyha játszik is, nem érdekel minket, mert tudnánk szerezni, hogyha úgy játszunk, mint az előző meccsen, egy 7 darab vagy 6 darab fejlesztést, ami azért nagyon jó. Most büszke vagyok magamra. Tudtam 3 gólt rúgni, és kivédekeztek az összes counter attackot. Esküszöm, büszke vagyok magamra. Na, a 87-es az ellenfelünk. Köszönöm az értesítést, kedves YouTube. És countered felállásra játszik, ami érdekes, de ő viszont már tényleg játszik. Ott van, hogy ondo adtak. Dibola.
Nagyon jó. Á, nem lesz jó. És még majdnem jó is lett pedig. Na. Á, dehogy is, nem. Ez esélytelen volt. Szép. Vagy mégsem? Mégsem. Ájjajjajjaj. Hát ezt igazán kivéthettük volna. Na mindegy. Ott van Dibol a kapásba, ezt nem meg. Áj, de hülye vagyok. Miért kapásból lőttem? Á, még ez sem kell ide. Eddig nulla fejlesztést szereztünk, tehát nagyon jók vagyunk. Kappa. És bazd meg, hát passzolni, azért tanuljál már meg. Hova a tökönbe passzoltál volna, hogyha sikerült is volna? Ez is sokat érek, hogyha ez véletlenül bement volna, mert Dibalának az égvilágon sem. De már megint ilyen helyzetekben rak ez a szar játék. És kivédte a kapusunk végre, egy fejlesztés. Dibala véletlen megnyomtam, hurrá. Még véletlenül sem szerezzek egy gólt sem. Persze, most Dibalához adja a labdát, amikor fél pályára kell. Egy fejlesztés, hurrá. Gyönyörű. Szép teljesítmény. Az előbb büszke voltam magamra, most meg inkább elásnám magam legszívesebben. Egy rohadt fejlesztést tudtunk szerezni az egész meccs alatt. Szégyen. Mi az Isten tölt most pöl? Értem. Szóval kitöltött, nem betöltött, hanem kitöltött minket a játékból. Az a vicc, hogy kírja, hogy megvettem hívva egy ligába, de azért már beléptem, de azért még elfogadhatnám. Nem léphetek be a saját ligámba, mert már benne vagyok a saját ligámba. Érted? Na jó, keresik meg az utolsó ellenfelünket. Counter-ed adtak, hát hogy ne. Bár nem sokat számít, mert már alap 30%-os counter adtokot fogok kapni. És hogyha jól tudom, akkor, hogyha már alap kaptam 30%-os counter adtokot, akkor nem számít bele az, hogy a countered felállásra játszok, tehát nem lesz belőle 50%-os counter adtok. Hát ez be is baszna. És kinevette a csapatomat a gyerek. Hogy merészelte? Most mit küldjek neki? Mérges vagyok rá, mert kinevette a csapatomat. Hát én hogy kinevettem majd, amikor elverem. Na jó, az vicces lenne. Na mindegy. Kíváncsi vagyok az ő csapatára, 85-ös. Hát 85-ös csapattal azért nem kéne ennyire röhögnie. Azért próbáljuk meg egy pár fejlesztést szerezni. Ott van Dybala. Azt rá is lőhetjük. És ott van, egy fejlesztés megvan. Ezt kéne védekezni. Desmond. Hát ezt nem hiszem el. Istenem. Érted, megszerezzük kétszer labdát, és kétszer visszaszerzi. Viszont jó, megvan a második fejlesztésünk is. Ezen a meccsen. Dehogy. Miért is tudna passzolni? Az nem volt les? Az nem volt les? Csak úgy kérdezem. Eléggé lesnek tűnt nekem, de nem tudom. Dibala, mit csinálok, Istenem? Persze, hogy ne. És belerúgja, ott fekszik az a rohadt kapus, üres a kapu másik fele, és belerúgja a fekvő kapusba, bazd meg. Vicc, ez vicc. Jó, ott a harmadik. Amilyen jól indult, olyan szarul fejeződik be. Még egy esetleg, de nem. Nyilván belerúgja az előtte lévő játékosba. 10-10-et rúgott ez a bunkó, aki kinevetett. Hát ebből kihozhattunk volna többet, megmondom őszintén. Egyébként nem 3, hanem 4 fejlesztés, mert 2 counter attackot kivédtünk. Összességében 13 fejlesztést szereztünk. És megint ki fog dobni valószínűleg, mert megint itt tölt. Várom, dobják ki, gyerünk. Nem dobott ki, na. Mi az is? Javulnak a szerverek.
Na, a lényeg, hogy 13 fejlesztést szereztünk, úgyhogy tudunk fejleszteni 13 OVR-t. Én azt mondom, hogy inkább a kettő camot fejlesztjük, hátha tudnak Dibolával összedolgozni majd, és akkor úgy asszisztok meg ilyenek hátha szóba eshetnek. Mivel 13-at nem lehet elfelezni, így hát úgy gondolom, hogy mind a kettő, ennek ellenére mind a kettő camot fejlesztem, az egyik 7-et, a másik 6-ot fog kapni. Van egy 48-as cam, játékos, aztán a másik is az, de mindegy. 48 plusz 7, az 56. Miért ilyen drágák? Na mindegy. Jó, beraktuk a csapatba. Ijé? Itt vagy? Jó, van, megint kidobott a játék, sikerült visszatérnem, úgymond. És időközben rájöttem, hogy 48 plusz 7 az nem 56, hanem 55. Tehát matek 1-es. A lényeg, hogy 5 fejlesztés maradt így csak a másik camra. Hát ez van, hát most, na, hát. Most figyelj, nem biztos, hogy mindenki tud számolni 7-tel összeadni, meg ilyesmi, hát most figyelj. Na, 48 plusz 5 az 53, és ez már biztos. Egy 53-as cam játékos, majdnem drágább, mint az 56-os. Mennyivel fejlődött a középpálya? Az 55-ös OVR már megvan. Hát, ha lesz még jobb. Nem. Mondjuk miért is lenne. Na mindegy. A lényeg, hogy kezdünk fejlődni. Most már azért egy meccsen 8 fejlesztést is tudunk szerezni. Hát, jól van, nyilván vannak olyan meccsek, ahol jobban megy a játék, vannak, ahol nem. Lásd például a második meccsünket. Hát ez van. Összességében ez eddig a legjobb rész, tehát itt szereztük a legtöbb fejlesztést, annak ellenére, hogy elszúrtuk a második meccsünket. De köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. 150 like-nál ismét jön a folytatás. Sziasztok! We'll be right back.